Következő előadás Kamarás Istvánnak az előadása, aki a Veszprémi Egyetem emeritus professzor társa. Mindent elmondhatok rólad, de ismerjük jól őt, hiszen mint római katolikus teológus és szociológus, a kisegyházaknak a legjobb szakértője, ezt bátran merem mondani. Nem haragszol rám, hogy ezt elmondtad. Ha haragodni, nem. Itt mondjuk sokakunk tojás volt ebben a fölvezetésben. Nem vagyok emeritus professzor, meg a többi sem stimmel. A nyugdíjas kutató vagyok, az Ordo Joculatorum Dei szerzetesrendnek a tagja, amit én alapítottam. A téma kakukktojás. Én szabadkoztam, hogy szociológus kollégáim a szűkebb témához jobban tudnak hozzászólni, én legfeljebb arról beszélhetnék, hogy a különböző egyházak hívei egymásról mit mondanak. Szerintem ez nem tartozik a konferenciához. Szervezők úgy gondolták, hogy de igen. Úgy gondolom, két premissza, hogy a társadalomnak, a mi társadalomnak is alapvető érdekei közé tartozik az is, hogy hogyan alakul a vallásközi közeledés és párbeszéd. A nem vallásos ember számára is rendkívül fontos, hogy ez hogy alakul. A másik premissza, mi befolyásolja azt, hogy egy adott vallásnak a híve milyen véleményt, attitűdöt alakítson ki egy másik vallással kapcsolatban. Nyilván az adott vallás egyháznak a tanítása, ha én iskolázottabb hívek közébe kutatom, itt kutattam, és akkor nyilván a tudománynak az állásfoglalása, a személyes tapasztalat, az átélt tapasztalat, és végül, de nem utolsó sorban, az államnak a vallási egyházi törvénykezése. Na, ennyiben kapcsolódik a mostani témához. A két nagyobb kutatásom közül az egyik 10 évvel ezelőtt, ám az eredményei úgy gondolom már ígérvényesek, a egyetemi főiskolás katolikus hívek körében folyt, melyek között voltak hittudományi főiskolások is, legalább fele részben. Megkérdeztem őket, hogy milyen véleményt alakítottak ki új vallási jelenségekről, krisnásokról, hídgyülekezetéről, egyesítő egyházról, sátánistákról, szientológiáról, mormonokról, aranyrózsa keresztes vallásközösségről és a manahaim gyülekezetről. Ezek akkor mind bejegyzett egyházakként szerepeltek. A ismertségük ezeknek a vallási jelenségeknek ebbe a körben is, mondom fele részben, de lehet, hogy 60%-ban hittudományi főiskolások, tehát teológus hallgatók voltak, rendkívül alacsony volt. A betájolásokat illetően a vallás, szekta, kultusz, újvallási mozgalom, szellemi mozgalom kategóriák közül a szekta volt a leggyakrabban választott kategória, és legritkább a vallás. A minősítésüket illetően az értékestől az egyértelműen destruktív jelenségig terjedő skálán az értékes mindössze 1-3%-ot, de még az ártalmatlan is csupán 2-16%-ot tesz ki. Különböző csoportokról van szó, most nem megyek bele részletekbe. A 8 közül egyik vallási közösség összminősítése sem volt pozitív, de csupán a sátánistákat minősítik egyöntetően negatívnak és destruktívnak, de utána mindjárt a hídgyülekezete kapja a legtöbb negatív minősítést. Miért tartják őket károsnak? Itt a különböző fölajánlott kategóriák között az agymosás, a családok szétszakítása, európai és magyar kultúra amerikanizálása, fundamentalizmus, bigottság, tagjaik szabadságát korlátozzák és tanításuk szemben áll a józan ésszel. Itt meglehetősen általános volt az agymosás vád, melyel elsősorban a vizsgáltak közül a hídgyülekezetét vádolták. Többeket a családok szétszakításával is, például a krisnásokat, hídgyülekezetét, mormonokat, amerikanizálással is, nem megyek bele további részletekbe. Kértük, hogy tájolják be ezeket a vallási jelenségeket a katolikus valláshoz bizonyítva. Hát egyfelől egyik komoly tájékozatlanságra, másfelől komoly előítéletességre,
és harmadrészt komoly fogalomzavarra lehetett következtetni a véleményekből. Nem tekintették vallásnak a Krisna hitet, a hitgyülekezetét és a mormon hitet, és úgy gondolták, hogy a hitgyülekezete és a Manaheim gyülekezet, hogy itt két keresztény jelenségről van szó, nagyon távol áll a keresztény felfogástól, és elgondolkodtató, hogy mondjuk a hittudományi főiskolás válaszolóknak mindössze 6%-a vélte úgy, hogy a krisnások egyisten hívők lennének, már pedig ugye azok. Hogyan látják a vallási közösségek viszonyulását a katolikusokhoz? Általában barátságtalannak. Kétségkívül a vizsgálat időpontjában a hitgyülekezete erősen támadta a katolikus egyházat, ezzel szemben például a krisnások erőteljesen barátkoztak a katolikus egyházzal és azoknak a különböző szervezeteivel, de csak a válaszolóknak csak egy töredéke tud erről bármit, vagy akar tudni erről bármit. Milyen magatartást tartanak helyesnek az újvallási mozgalmakkal szemben? Itt a dialógusra való készség eléggé ritka, a hatóságok közbelépését ennél sokkal nagyobb 27%-os arányba azonban csak a sátánisták esetében követelik, de a többi az inkább a skálának a negatív regisztereit használják. Tartózkodás, elzárkózás, fenyegetettség érzése a domináns, még a krisnásokkal szemben is. A hazánkban új vallási közösségeket kerestem föl a kutatás időpontjában, 30-at is, hát az mindig viszonylagos, 30 ilyet, mindegyik akkor még bejegyzett egyház volt, és találtam olyanokat, amelyek földajánlják híveiknek a kettős tagságot, tehát szívesen látnak tagjai között más egyházak tagjait, ilyenek is voltak jócskán. Azután hát például a Bahá'í mozgalom csendhangja, a család, a szientológia, buddhista tankapuja és mások. A kettős tagságot megengedő egyházakon kívül még a krisnások nyilatkoztak úgy, hogy kifejezetten barátságos viszonyra törekszenek a katolikusokkal, bizonyították is. A szientológusok is szeretnének normális kapcsolatban lenni, és végül voltak kifejezetten ellenséges, a katolikus egyházzal ellenségesek, akkor még a hitgyülekezete erőteljesen ebben a kategóriában volt. Mások, mindig más volt az ok, mondjuk a nazarénusok esetében történelmi okok voltak, nagyon rossz tapasztalatok a katolikus egyház részéről, és tehát nagyon különböző régebbi és mai sérelmekre hivatkoznak általában. Az általam vizsgált 30 közül, hát 12-13 ilyen vallási szerveződés volt. Azt lehet látni, hogy ebben a kutatás alapján jól érzékelhető, hogy a szekták és kultuszok esetében jelentős részben a szekták és a kultuszok, ezek most a szociológusok által használt kategóriák, tehát ezeknek a hívei egyértelműen barátságosabban viselkedtek a katolikus egyházzal és a katolikusokkal szemben, mint fordítva. A katolikusok egy részét, mint az identitásuk erősítéséhez szükséges ellenséget látják a új vallási jelenségekben. Nagyon kevesen tekintik, még akkor tekintették, picit változott a helyzet, de nem nagyon, a nem történeti keresztény egyházakat, a Krisztusi Egyetemes Egyház lelkiismeretének, ez egy a témához hozzászóló katolikus szakértőnek a botot idéztem, nem keresztény vallásokat még akkor még nagyon kevesen tekintették, most sem nagyon jobb a helyzet, Isten meghívott gyermekeinek, megint egy katolikus kategória, illetve hogy az új vallási jelenségek másodfajú proféciákat hordoznának, ez megint alig volt érzékelhető. A másik kutatásom, ez most is folyik, ez pedig szintén fiatal, de szélesebb körben, tehát 20 éves diplomások, egyetemi hallgatók, akik rendszeresen gyakorolják a vallásukat,
négy csoport volt, katolikusok, reformátusok, evangélikusok és evangéliumi egyházakhoz tartozókat vizsgáltam. Amikor megkérdeztem tőlük, hogy milyen értékeket látnak az ő számukra rokonszenves vallásukba, itt általában a szeretet, az erkölcsi elvek, Isten hit szerepelt. A vallások alapvető jellemzőit vizsgálva, itt azt tapasztaltam, a többség egyetért azzal, hogy egyházakon kívül is vezetnek utak az üdvösségre, hát ez lényegben egyházaik tanítása, és kisebbségben vannak azok, amelyek szerint nem csak az egyisten hit üdvözít, tehát itt a határ valahol az egyisten hit, és még kevesebben azok, akik a kereszténységen kívüli más vallásokat is igazi vallásnak tekintik. Mi az, ami közös a sokféle vallásban? Ezekre a kérdésekre tulajdonképpen a többségi vélemény talál közös vonásokat, mondjuk hát egy ilyen 60%-ban, illetve elfogadják általában azt, hogy a vallások a leglényegesebb kérdésekre kínálnak választ. Nagyon érdekes, de magyarázható, hogy valamennyi esetben a laikusok körében pedig a maguk módján vallásosok, azok, akik fogékonyabbak, például a közös pont felismerésében is. Érthető a maguk módján vallásosok még nagyobb nyitottsága, hiszen ők kevésbé ismerik saját, sok esetben egykori vallások, egyházuknak a tanítását, ilyen módon kevésbé kötöttek. Vizsgáltam radikálisan nyitott keresztény gondolkodás recepcióját is, Bede Griffithnek és másoknak a vallásközi párbeszédben radikális lépéseket sürgető keresztény gondolkodónak a elképzeléseit. Ebben a tekintetben a igaz imádói Istennek, igaz imádói lélekben és igazságban imádják Istent, ugye János 4:20-23, ezt a eléggé ismerve a Bibliát, vagy valamennyire ismerve, ezt az elképzelést még elfogadták, de nagyon erősen elutasították a keleti vallásoktól való tanulásnak a szorgalmazását, és ennél még erősebben elutasították a racionális és maszkulin kereszténységnek a feminin irányúságú megújulását szorgalmazó kijelentésekkel. Ami a párbeszéd esélyét illeti, a dialógus szorgalmazó többé-kevésbé hivatalos keresztény tanítást az evangéliumi keresztény klerikusok kivételével a kérdezettek minden csoportja inkább egyetértéssel fogadta. Végül vizsgáltam 30 különböző vallásnak az ismertségét, ez kevésbé érdekes, és az elfogadottságát, minősítését. Egy ötfokú skálánál az ötös a teljesen elfogadom, az egyes meg teljesen elutasítom. Itt a következő alakult ki, mindössze három vallás akadt, amelyek mindegyik felekezeti csoportban egyértelműen elfogadottak voltak. Ilyen a református, az evangélikus és a baptista. A katolikus kicsit lemarad ezektől érthető módon, mert ugye a katolikusok, tehát négy csoportot vizsgáltam, katolikusok, reformátusok, evangélikusok, evangéliumok, a három protestáns csoport kicsit lepontozta a katolikusokat. A felsorolt 30 vallás közül 14-et egyértelműen elutasítottak mindegyik csoportba. Most lefelől mondom, a leginkább elutasítottak felől. Sámánizmus, visnuhívők, szientológia, antropozófia, sintoizmus, lámaizmus, hídgyülekezete, Jehova tanúk, hutterek, nazarénusok, taoisták, konfuciánusok, törzsi vallások, és talán a 14-ben a krisna hívők is belefér. Ez volt a legalsó, az alsó része. Ezek mind egy ötfokos skálán 1,5 alatt volt az ő értékelésük, ugye a minimális egyhöz képest, tehát elég egyértelműen elutasítottak voltak. Nagyon érdekes,
ugye a keleti vallások inkább, és hát a mondjuk vallás szociológiai kategóriával, New Age jellegű, mondjuk kvázi vallások, ezt a kategóriát is használtuk, most nem akar minősítően, legyen leíró, antropozófia, új sámánizmus, szientológia tartoznak leginkább ide, de keresztény, vagy hát legalábbis tág értelemben kereszténynek vehető vallások is, mint mormonok, hutterek, Jehova tanúk. Négy olyan vallás akadt, mert az átlagosnál ismertebb, ugyanakkor az átlagosnál kevésbé elfogadott muszlimok, Jehova tanúk, szientológia és a hitgyülekezete. Nagyon érdekes, hogy Jehova tanúk elfogadottsága kisebb, mint egy sor nem keresztény vallási. Érthetően történelmileg erős előítéletek alakultak ki, ugye a Jehova tanúkkal szemben, utcaemberét megkérdezünk, hogy hallotta a szektákról. Aki azt mondja, hogy igen, akkor mondjon erre egy példát. 10-ből 9,9 a Jehova tanúkat említi. Bizonyos körökben már megjelennek mások is, szientológia, hitgyülekezete, de ott már tájékozottabb körökről van szó. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok és evangéliumi keresztények egymásról alkotott véleményét a katolikusok és reformátusok esetében leginkább kiegyensúlyozatlan. A katolikusok inkább elfogadják a reformátusokat, mint vissza, és a másik három pedig egy bármilyen vonatkozásban egymás jobban, mint a katolikus-református viszonylatban. Még egy utolsó érdekes adat, ez egy másik kutatás, ahol 14 különböző vallás, fiatal, 20 éves, 20 éves és felsőfokú végzettsége, vagy felsőfokon tanuló hív, és rendszeresen gyakorló híveit vizsgáltam. Tehát 14 különböző vallás, ezek között a történeti egyházak, a neoprotestáns egyházak mellett zsidók, muszlimok, kétféle kristnás csoport, buddhisták is szerepeltek. Egyetlen egy adatot mondanék el, ami bizonyos mértékig biztató, de még maradok a leírásnál, de hát kétségkívül lehet így olvasni. A Párbeszéd és a kihengesztelődés vagy közeledés esélye tekintetéből. Még egyszer mondom, magasabb végzettség és fiatal, de a legkülönbözőbb vallások hívei körébe ez a növekvő réteg. Ez ők a jövő vallásos emberei sok egyházban. Az Isten képeknek meglepő mértékű hasonlósága volt a meglepő adat. Tehát meglepő mértékű hasonlóság mutatkozott. Tehát még buddhistáknál tudjuk, hogy nincs Isten, de megbeszéltem velük, hogy Buddha szerepelhet, igen, azt mondták, tehát még Buddhára vonatkoztatva is igaz volt, ami a többi 14 vallásnál. Isten mindenütt inkább közel van, mint távol, inkább a hívőbe benne van, mint kívül, inkább biztató, vigasztaló, személyes, inkább barát, és még néhány helyen még az anya, tehát inkább anya, mint apa skálán, anya-apa skálán is az anyához közel álló értékek jöttek ki. Tehát tulajdonképpen, és itt a különbségek minimálisak voltak, mondhatni, hogy nem voltak szignifikáns különbségek. Miközben nagyon sok tekintetben a vallás különböző dimenziói mennyire fontosak számára, a hit ismeret, a közösség, a rítus, vagy egyáltalán mi a szent dolog a számukra, vagy milyen véleményt alakítanak ki az emberről és a világról, optimista, pessimista véleményt. Itt nagyon erős szignifikáns különbségek voltak, ami azt jelenti, hogy nagyon távol vannak ebben a tekintetben. Ugyanakkor az Isten kép meglepő hasonlósága egy nagyon komolyan vehendő. És akkor viszont még egyszer térjünk vissza a premisszákhoz és a szőkebb témákhoz. Úgy gondolom, hogy a vallások közé párbeszéd és közeledés szempontjából rendkívül problematikus ez a mostani egyházi törvény. Komoly zavart okoz a fejekben, a tájékozottak fejen, aztán egyszerű hívő mit sem tud a új vallási törvényről. Én most a iskolázottabb, tudatosabb és rendszeresen gyakorló hívekről beszélek. Nyilvánvaló, hogy a személyes tapasztalat erősebb befolyásoló tényező lehet, mégis
azt is tudjuk, hogy a kívülről irányított ember számára, és a vallásos ember is részben ilyen, bizonyos tekintetben valamennyire mindenki ilyen, még a belülről irányított is, tehát ilyen szempontból befolyásolható, rendkívül komoly zavart, a párbeszéd, a közeledés akadályozó tényezőnek lehet tekinteni. Természetesen ezt majd empirikus kutatásokkal is alá támasztani, de ez számomra nagyon megalapozott hipotézisnek tűnik. Köszönöm szépen figyelmüket!